Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit egy újabb Eliubban. Mostantól hajnali fél kettőig NBA Sport TV-ben, és annak oroszlán részében egy olyan csapattal foglalkozunk majd, amelyikkel az elmúlt pár hétben is még, de az elmúlt pár évben is akár, ha bármikor valaki azt mondta volna, hogy egy estét kell töltenetek velük, akkor azt mondtuk volna, hogy csak ezt ne. De amikor jó velük foglalkozni, az most van a műsor oroszlán részében, és utána az ezt követő Sacramento Kings Denver Nuggets mérkőzésen legalább 50%-ban. A Kingsről beszélgetünk majd. Szia, Baska! Szervusz, jó estét! Ez a nap is eljött, feltámadtak a királyok, úgyhogy pont a héten foglalkoztam velük, írogattam róluk egyszer, és tök jó, hogy elő tudtak jönni még egyszer, mert hogy kitart a forma, ilyenkor mindig izgulunk, hogy valakinek jól megy hétfőn, kedden, szerdán, akkor kitart a hétvégéig, lehet róluk beszélni, de a Kings kitart, mint a hajam. És nem csak ők királyok, hanem vannak rajtuk kívül még draftolatlan királyai is az NBA-nek. Na, róluk beszélünk ma nagyon sokat, Freddy van Vliet óriási teljesítménye kapcsán, azokról, akiket ugyan nem draftoltak, akik eleinte nem kellettek senkinek, de aztán mégis nagyon nagy királyok lettek az NBA-ben. Ezen kívül van természetesen All-Star vita, amivel mi is foglalkozunk majd, és megvan az All-Star szavazás első körének eredménye. Itt is megnézzük, hogy milyen meglepetések vannak esetleg, és persze beszélgetünk majd mostantól minden hónap első Eliupjában az MVP jelöltekről. Úgyhogy már csak annyit mondunk el nektek, hogy e-mailben küldhettek nekünk témajavaslatokat, kérdéseket, mert hogy jövő héten újra lesz majd Eliup podcast formában. Várjuk e-mailben a baskakukac@eliup.hu-ra, a szaszakukac@eliup.hu-ra, illetve a csabikukac@eliup.hu-ra a kérdéseiteket, témajavaslataitok. És Csabi ezt nagyon jól mondja, mert nagyon sok helyen lehet nekünk írni, nekem, Csabinak, Instagramon, Facebookon, de az e-mail az, ahol igazából nézzük és gyűjtjük egy külön doksiba. Tehát, hogyha feltettél már kérdést, nem került szóba, nem baj, ha még egyszer elküldöd e-mailbe, mert tényleg annyi helyen lehet most már felvenni a kapcsolatot valakivel. Mi az e-mailt neveznénk ki, ennek kicsit old school-ok vagyunk, de ott tudjuk olyan formában rendezni, hogy biztos nem hullik ki semmi sem a rostán. Meg kicsit old school, de amiket kaptunk eddig, azok általában ilyen hosszabb levelek voltak, ezek amúgy is nagyobb témák, úgyhogy ott tudjátok ti is szerintem a legjobban elmondani, hogy mit is szeretnétek hallani majd a podcast exkluzív Eliupban jövő héten. Soha nem volt ennyire aktuális, hogy viseljetek maszkot, még egy picit ki kell tartani bizony, mert ha viseltek maszkot, és nem nagyon jártok nagy közösségekbe, és ügyeltek a távolságtartásra, akkor nem jártok úgy, mint Kevin Durant, remélhetőleg legalábbis, akinek 24 óra alatt 3 negatív koronavírus teszt nem volt elég ahhoz, hogy ne fulladjon a Toronto elleni meccse tragikomédiába. Kikapott a Brooklyn, ez a kisebbik gond volt ebből a szempontból. Kevin Durant, amikor játékra alkalmas volt, mindig kezdőjátékos volt a karrierje során, egészen tegnap éjszakáig, mert kiderült, hogy egy ismerősének első körben csak nem volt egyértelmű a teszt eredménye, aztán kiderült, hogy pozitív, és azt a Kevin Durant, akinek a szervezetében egyébként még van antitest, mert ő tavaly márciusban átesett a koronavíruson, ebben a hónapban, illetve egy hónapon belül másodszor kivonják a forgalomból, mindkétszer kontaktkutatás miatt, és valószínűleg nem állhat majd a csapat rendelkezésére néhány napig, aztán Philadelphiába el se utazhatott a csapattal. 866 mérkőzés, minden idők negyedik leghosszabb sorozata volt az övé, hiszen még sose játszott csereként, csak Carmelo Anthonynak, Chris Paulnak és a csúcstartó Patrick Ewingnak van ennél hosszabb sorozata. Ewing csak a pályafutása utolsó idényében játszott csereként. Hát ez van. Az benne a borzasztó, tehát, hogy én, meg szerintem magunkról elmondhatjuk, hogy hogy mi inkább az elővigyázatosság, és toljuk, és tegyük bele az energiát, és gyorsabban véget ér együtt, de az, hogy az a Kevin Durant, aki bemelegít a csapattársakkal, és utána kivonják a meccsből, James Harden elmondta, oké, de akkor minket miért nem? Akkor miért nem halasztották el az egész meccset, tehát hogy ennek a következetességét, és tényleg főleg úgy, hogy Kevin Durant egyébként hát még ebben a rezisztens állapotban van félig meddig, bár nem vagyok orvos, szóval ja, kicsit komikus volt. Kevin Durant néhány perccel a eltávolítása után a kispadról írt egy szabadítsatok ki tweetet, és utána is nagyon hangosan kritizálta az NBA-nek az ezzel kapcsolatos párbeszédét. Az NBA, amelyik az elmúlt időszakban azért nem nagyon tudott hibázni, most ebben a koronavírus kezelésben, illetve majd hamarosan fogunk beszélni az All-Star gáláról, ott is azért azt tűnik, hogy néha azért repednek meg náluk is a falon, jelennek meg repedések náluk is a falon. De egy másodpercre még maradunk Durantnél, 31 pont, 7,5 lepattanó, 5 assziszt Kevin Duranttől. Hol van ő a te MVP listádon most? Nagyon sűrű, 10-ben mindenképpen, az 5 azért az nehézkes, itt látjuk is a Basketball Reference jóslatait. Én azt gondolom, hogy Leonard elé, vagy Leonard környékére, a Leonard James Antetokounmpo 3-asba én azért őt behoznám. Az első kettő az most jelenleg szerintem sem megkérdőjelezhető. LeBron Jamesnek a számai azok picit gyengébbek, én azt gondolom, hogy a hatása ennél viszont magasabb, úgyhogy vannak izgalmak, de valóban, ha csak azt nézzük, hogy az esélyeket kinek adják, akkor most jelenleg Jokić és Embiid párharcáról van szó, mivel a magas emberek kihaltak az NBA-ből. Igen, ugye a Basketball Reference az figyelembe veszi azt is a számadatok mellett, hogy milyen statisztikákkal adtak oda korábban játékosoknak MVP címet, és természetesen ennek része az is, hogy a csapatuk hogyan teljesít. És hogyha már Jokićról beszélgetünk, és ha már Jokićot látjuk ma majd élőben kosarazni a Kings ellen, ugye amikor legutóbb beszéltünk az MVP esélyesekről, akkor neki még tripladuplás átlaga is volt talán. Na, ettől most már nagyon messze vagyunk, hiszen jócskán visszaestek a gólpasszai az elmúlt mérkőzéseken, ami nem csak az ő hibája, hanem a csapattársaké is, akik nem dobnak be szinte semmit mostanában, úgyhogy nem ritka tőle az 5-6 gólpasszos mérkőzés sem, de még mindig azt mondod, hogy akkor nála van jelenleg az első hely esélye, ahogy a Basketball Reference mondta, vagy én behozok egy másik listát, az NBA.com hivatalos listája, ahol Embiid, James, Embiid, Jokić, Durant a sorrend. Ezért mondom, hogy James-t én biztos, hogy behoznám a párbeszédbe. Szerintem az abszolút egyértelmű, hogy őt be kell hozni a párbeszédbe. Az, hogy Jokićnak esik a gólpassz átlaga, az szerintem azért nem feltétlenül baj, mert hogy közben 40 pontokat dobál, hogyha olyan estéje van mondjuk egy Rudy Gobert ellen. Tehát nem biztos, hogy neki erre kell odafigyelnie, hogy tripla-duplát átlagoljon, hanem arra, hogy a Denver nyerjen, és miközben a héten kaptak ki fontos meccsen, de azért emlékezzünk vissza, hogy az első 1-2-3 hét után vakartuk a fejünket, hogy hogyan tegyük el ezt a Denvert, és ehhez képest most liga top 5 támadójátékkal abszolút nyugati élcsapatnak számítanak megint, ezt hamarosan talán a kedves nézők is meg fogják látni, úgyhogy szerintem ez most egy 3 személyes verseny, abban nem vagyok biztos, és majd ezért lesz érdekes, amikor közeledünk a szezon végéhez, hogy amikor majd egymás mellett áll, mondjuk fej-fej mellett, vagy mondjuk a cikkek majd megjelennek és formálják a döntéshozók véleményét, hogy Jokić, Embiid és James, hogy mennyire fog a történetmesélésbe lépni. Mert hogyha James ott marad látótávolságban, akkor nehéz nem elképzelni azt, hogy a 37 éves, 40 felé menetelő LeBron James ne taszigálják be MVP-nek, és egyébként nem nagyon hiszem, hogy bárki lenne, aki ezen nagyon kiakadna, mert amit csinál, az viszont lenyűgöző. És pont az NBA.com egy ilyen sztorit hoz már most elő, nem csak a szezon vége felé, azt, hogy nem lehet nem Jamesnek adni az MVP címet eddig, aki megdöntötte a saját 2012-3-as rekordját azzal, hogy a szezon első 23 meccsén nem volt olyan mérkőzése, amelyen ne adott volna egyszerre 5 asszisztot, ne szedett volna 5 lepattanót, és ne dobott volna 15 pontot. 15-5-5 az mindig megvolt neki, és ezen még tudott emelni egy-két kategóriában, úgyhogy jelenleg a kiegyensúlyozottság miatt mondják azt, hogy James. Igen, nagyon gyorsan csak, ha a világ legnehezebb feladata lenne, de nagyon megnézném, ha ezt valahogy objektíven meg lehetne mérni, hogy a James évfolyamok közül, mint a bornál az évjáratok közül, hogy ez a LeBron James, ez hol van. Mert lehet, hogy súlypontemelkedésben lejjebb van, lehet, hogy egyes fizikai paraméterekben jellebb van, de nem dobott még ilyen jól, nem passzolt, az elmúlt időszakban tavaly azért gólpassz király volt, de hogy ha összeszedegetem ezeket a dolgokat, Michael Malone mondta pont talán múltkor a Denver vezetőedzője, hogy könnyen lehet, hogy a legjobb változatát, verzióját nézzük LeBron Jamesnek. És testben ott lesz az All-Star gálán is LeBron James, de csak testben, azt mondta, hogy fejben biztosan nem. Nagyon úgy tűnik, hogy lesz All-Star, ha nem is gála, de mérkőzés, illetve ügyességi versenyek majd egy nap alatt, március 7-én bonyolítanák ezt le, és erről az NBA, illetve a játékos szakszervezet állítólag már megállapodott, bár hivatalos bejelentés az előttünk álló héten várható. Kezdjük a szakmával, mert az NBA nyilvánosságra hozta az első szavazás részeredményeit. A legtöbb szavazatot kapta Kevin Durant, Irving, Harden, pedig második, harmadik a keleti hátvédek között, ott lesz-e mind a 3 brooklyni a kezdőben? Bradley Beal jelenleg a hátvédek között 180 000 szavazattal vezet. Hát szerintem nem. Szerintem Bill kitart. Bill lett, engem nagyon meglepett Bill száma. Én pár számot aláhúztam ezen a listán, az, hogy Bill száma az egy lapon említhető egy Luka Doncsicsal, egy Kawhi Leonarddel, az mutatja, hogy egyrészt az emberek nem mennek el amellett, hogy 35 pontot átlagol eddig, másrészt pedig amellett, hogy milyen, amiről beszélgettünk a múltkor is, hogy milyen kitartó és mennyire jó fiúként viselkedik ebben a washingtoni sztoriban. Meglepő van-e a listán, akár a magasak, akár a hátvédek között neked? Engem meglep az, hogy minden furcsasága ellenére Kevin Durant tud nyerni egy szimpátia szavazást 2021-ben részidőben. Tehát, hogy lehet, hogy ennyi burner accountot csinált, és így tudja magát betolni az első helyre. Dupla napokon nem elérhető. Dupla napokon, igen, akkor, és kérek extra siavajas testápolót a trénertől, és az ujjait valahogy kezelje. Engem meglep, hogy egy szimpátia szavazáson Kevin Durant 2021-ben nyerni tud. Ami meglep még, hogy a játék alapján persze nem, hogy a másodéves Ja Morant tud előzni egy Mitchellt meg egy Bookert. Azért az szerintem jelzi azt is, hogy egyrészt Morant mekkora király, meg hogy a fiatalok hogyan nézik a játékot, és veszik észre Morant zsenialitását. De semmi nem lep meg annyira, hogy Russell Westbrook a 200 000 szavazatot sem éri el ezen a keleten, úgyhogy korábban All-Star kezdő volt, nagy közönség kedvencnek számított, és ő és Ben Simmons a keleti hátvédek hát futottak, még rangsorában van 9.-10. helyen, illetve azt is mellé tenném még, hogy az is meglep, hogy Jaylen Brownra guardként lehet szavazni. Igen. Két dolog, ami engem meglep, az egyik kicsit Mitchellhez kapcsolódik, ugye Rudy Gobert, hát egy kicsit a PR számok visszaestek állítólag a közvéleménykutatók szerint, legalábbis a covidos mizéria után, de top 10-ben nincs Rudy Gobert, aki tavaly All-Star volt a magasak között, és Trae Young 6. helye azért engem meglep. Tehát az, hogy visszaestek a pontjai tavalyhoz képest, de minden más adat 36 percre vetítve, csak egy icipicit, és felfelé jön azért Trae Young. Ezzel együtt az, hogy elkezdtük nézni az Atlanta Hawks mérlegét is, és már nem az a tét nélküli dobálózás van, ez ennyit árt Trae Youngnak, vagy mi árt ott Trae Youngnak? Mert az Atlanta jobban rivalda fényben van, mint tavaly. Szerintem, amiről egyébként valahogy mindig kilavíroztunk önkéntelenül, ugye Steve Nash egyszer elmondta róla, hogy szerintem nem kosárlabda, amit Trae Young játszik, ugye az idei szezonra ő kifejlesztette azt, hogy a kosárlabda szabályának egyébként megfelelő megoldást, hogy megáll egy másodperc történész alatt, és felugrik, és a mögötte loholó védő az árásból meg neki ütközik, és ez volt. És külön statisztika született arról, hogy Trae Young Steve Nash nyilatkozata előtt és után. És ami nekem egy ilyen lakmuszpapír, hogy nekem személy szerint írnak nagyon sokan, és kérdezik, hogy mit gondolok róla, és mennyire felháborító. Tehát az embereket szerintem ez zavarja. És ne felejtsük el, nem arról van szó, hogy ő ettől rosszabb játékos lenne, hanem két darab játékost lehet betenni, és egyébként meg keleten ilyen elképesztő sűrű a mezőny, hogy egy Beal, egy Irving és egy Harden érkezésével meg még nagyobb lett a slamasztika, hogy ennek az egyik áldozata az Trae Young. Jó-e, hogy van All-Star gála? Jó-e, hogy lesz All-Star gála? Illetve létezik-e akkor az NBA-ben a kérdezzük meg előbb LeBront elv vagy szabály, vagy akkor most mégsem? Mert hogy először kijön, hogy megállapodtak és lesz All-Star gála, majd De'Aaron Fox azt nyilatkozza, hogy ez így nem oké szerinte, és aztán jön LeBron James és azt nyilatkozza, hogy ez a legnagyobb hülyeség, amit ő életében hallott. Az az 5-ös lista, amit a BKRF honlapjáról kitettünk, és utána voltak még nevek, akikre pontosan nem emlékszem, erről az 5-ös listáról már 3-an elmondták, hogy na elmegy a sunyiba az NBA. Giannis, Kawhi Leonard és LeBron James. Chris Paul le tudja azt nyilatkozni, hogy hát 450 játékosnak a véleményét kell beépítenünk. Oké, de az, hogyha a brooklyni 11. embert nem kérdezzük meg, az nem baj. De talán LeBron James lehet, hogy meg kellett volna kérdezni. És itt az, amit mondtam neked, hogy az egyik, hogy ezzel a mindennapi buborékon kívüli Covid szabályozással nem mindig full legyenes az NBA, ezt, hogy találták ki, kinek hiányzik, nézők nélkül mi értelme van, hányan fogják, és tényleg, amikor volt a Black Lives Matter mozgalom, akkor hányszor elővették a játékosokat az átlag kommentelők, hogy nem ez a dolguk, menjen, ennyi pénzért, fogja be, játszon, stb. És az NBA játékosok 95%-a elmondta, amit szeretett volna, aztán befogta a száját, otthon hagyta a családot, játszott. És itt is végigmennek, naponta nyúlkálnak az orrukba, csinálják becsülettel. Egy feszítettebb menetrendben, a Toronto esetében, Tampában, Toronto helyett, És egyre inkább kiderül, családdal nem nagyon találkoznak, igen, hogy sokkal ritkább. És hallasz ezzel kapcsolatban olyan őrült nagy sírás-rívást? Szerintem nem. És az, hogy ebbe még beerőszakolnak egy ilyen szorod, és nem látom a pénzügyi hátterét, hogy mit veszítene ezzel az NBA, ez szerintem ebben a szezonban tényleg, főleg egy ilyen PR rendezvény és egy ilyen uli-buli meccs, mint egy All-Star Gála, szerintem hatalmas csacsiság az NBA részéről. Én, hogyha lenne még hűtőnk, meg kiraboltak minket, elvitték a hűtőnket, akkor én rátenném azt, hogy nem lesz All-Star Gála. Szerintem vissza fognak táncolni. Vissza fognak táncolni? Szerintem vissza fognak táncolni. Ez érdekes, szerintem, ugye, mivel mindenki elmondta, hogy hülyeség, 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 de ha lesz, megyek, én szerintem innen már nagyon nehezen van visszaút, de egyébként meg legyen, mert ha nem lesz All-Star Gála, az a jó, mert akkor az NBA tett egy lépést hátra, ha meg lesz, akkor meg az egyetlen dolog, amit én szeretek ebben, hogy egy napon lesz az ügyességi, meg a meccs, mert ilyen még nem volt, és akkor egy ilyen 4-5 órás szuper NBA buli kerekedik belőle, csak lelógó orrú LeBron James-el, de van, aki azt is szívesen nézi. Úgyhogy hát, ha lesz egy ilyen All-Star Gálánk. 2004-ben mit csináltál? Itt még nem voltál, te se, én se. Nem, 2004-ben ez még csak egy nedves álom volt. Tracy McGradynek is az volt, hogy 30 pontot átlagoljon, mert 28-at átlagolt abban a szezonban, 2003-04-ben, és ő lett abban a szezonban az egyetlen olyan játékos, aki 25 pontot el tudott érni, 25 pont felett átlagolt. A hét adata, hogy ebben az idényben 14 ilyen játékos van az NBA-ben. A statisztika az igaz, de ugye Churchill mondta, csak azokban hiszek, amiket én hamisítok. Ha elé és utána nézel, akkor az derül ki, hogy ez egy kretén év volt. Tehát, hogy ez nem feltétlenül a trend, hanem egy kretén év volt. Egyrészt volt még egy játékos, Allen Iverson, csak 48 meccsen lépett pályára ebben a szezonban, és valamiért az NBA úgy gondolta, hogy ő már nem kerülhet be a végén a pontlistára. És előtte évben 6, utána évben pedig 7 ilyen játékos volt. Egyébként ez az az év, amikor megalakul Los Angelesben a nagy csapat Gary Paytonnal és Karl Malone-nal, és ez kiveszi mind O'Nealt, mind Bryantet ebből a képletből, ez is egyébként egy magyarázat. Szóval az, hogy ez miért volt akkor egy, erre nagy részt ez a magyarázat. Hogy miért van most 15? 14. Arra James szerintem... James arra szerintem a legegyszerűbb magyarázat azt megnézni, hogy ebben a 2003-as, 2004-es évben a top 10 pontszerző együtt dobott meccsenként 18 triplát, most ugyanez a 10 játékos dob meccsenként 28 triplát. Tehát, hogy ennyit változott azóta a kísérletek meg a találatok száma. Igen, és az elmúlt szezonokból, az elmúlt 7 szezonból pedig egyszer lehetett 30 pont alatti átlaggal pontkirályi címet nyerni, akkor Westbrooknak egy tripla-duplás szezon jött össze, úgyhogy még a legtöbb pontot is ő szerezte az NBA-ben, és itt vannak a legjobb pontátlaggal bíró játékosok, Bradley Bealről már beszéltünk, valóban járna ez alapján neki, azt hiszem, egy all-star szereplés. Ezek az all-starok, róluk beszéltünk ma már eleget, azokról viszont még nem, akik nem az NBA-ben kezdték a pályafutásukat, vagy éppen azért, mert nem kellettek senkinek a drafton, vagy azért, mert egészen máshonnan indultak. A szünet után viszont velük folytatjuk majd. Folytatjuk Fred van Vliettel és a nem draftolt játékosokkal, de előtte még Baska mondott valamit az All-Star Gáláról, amit lehet érdemes lenne a hűtőre rakni. Az embernek egy elszólás elég, és már is itt áll a hűtőnél, úgyhogy feltettem ide, hogy nem lesz All-Star Gála. Nem a régi, a szemem azt olvastam először, hogy nem lesz ez. Micsoda? Nem lesz. És átírtam szépre az előző rakicosat is, hogy el lehessen olvasni majd, úgyhogy... Ha lesz All-Star Gála, Freddy van Vliet ott lesz? Ha lesz All-Star, nagyon necces, szerintem nem. Pedig volt egy 54 pontos mérkőzése az Orlando Magic ellen. Ez NBA rekord olyan játékostól, akit nem draftoltak az NBA-be, még soha nem érkezett ilyen teljesítmény. Ráadásul ezt úgy hozta össze, hogy 28 támadás végén vállalta ő a dobást, vagy a betörést, vagy a bármit. 23 rádobása volt, bedobott az első 12 triplájából 11-et, hogy aztán kihagyja az utolsó 2-t, elképesztő mérkőzése volt, és hát igazán az a fantasztikus benne, hogy egy olyan játékostól jött, akit 30 NBA csapat vihetett volna el a drafton, de egyik sem vitt el. Igen, és ugye nagyon érdekes volt, majd térjünk vissza arra a kis táblára, amit láttunk, hogy talán 30 vagy 40 éve volt utoljára, hogy valaki 45 pont fölött járt undrafted játékosok közül, úgyhogy ez nagyon durva. Igen, Freddy van Vliet az, hogy megérkezett a ligába, az, hogy helyet kapott ebben a Toronto Raptorsben, ez mindenképpen egyrészt először a felső vezetés, aztán meg az edzők dicsérete, amellett, hogy Freddy van Vliet is beletette a melót, és nem szabad elfelejteni vele kapcsolatban, és nem akarom elviccelni az ő érdemeit, hogy a gyermekáldás mit tett hozzá, mert a döntő játszó és a bajnoki szezon rájátszásáig Freddy van Vlietnek voltak jó meccsei, de mindenkinek a kedves kiegészítő ember volt meg, és aztán abban a rájátszásban megszületett a gyereke, apuka üzemmódba váltott, átkattant, és aztán tényleg az NBA idei egyik legkedvesebb sztoria az, hogy ő végül nem hagyta ott Torontót, megadta azt a pénzt a Torontó neki, amit akkor még csak feltételeztünk, azóta meg tudjuk, hogy megérdemel. Iszonyú nehéz útja volt Freddy van Vlietnek az NBA-be, mert először is nem tudom, hogy van-e annál cikibb, amikor valaki tart egy draftbulit, meghívja az ismerősöket, összegyűltök, és aztán nem választanak ki. És ott neked valamit mondanod kell, és akkor van Vliet most visszanéztem fölállt, és azt mondta, hogy hát egyet tudok, ma nagyon sokat fogok inni. Úgyhogy, és azt is, hogy 18 városban voltam, és megalázó ajánlatokat kaptam, és ezért nem mondtam egyikre se igent. És innen jutott el addig, hogy az első szezonjában játszott 37 meccset, direkt az első szezonjára hegyeztem magam, és egy játékos, aki elsősorban a dobásaival, mi mással tudná magát behozni az NBA-be, 3 dobása volt mérkőzésenként az első szezonjában, és ő az a játékos, aki azóta tényleg klasszikusan, folyamatosan szezonról szezonra megy előre. De hát őt se szerették eleinte annyira, hogy elvigyék a drafton. Arra gondoltunk, hogy végignézzük azokat az utakat, ahogy el lehet jutni az NBA-be jelenleg, és nézzünk rá példákat is, mert a draft az egy dolog, de az NBA játékosok jelentős része most már nem draftról érkezik. Igen, és ennek a fő oka az az, hogy az NBA nagyon leszűkítette ugye a draftköröknek a számát. Még 88-ban is 7 draftkör volt, ugye kevesebb csapatra, akkor mennyien lehetek, 24-25 csapat lehetett 7 körön keresztül, és leszűkítették 2-re, és ez egy szerintem jó döntésnek bizonyult, mert egyrészt több lehetőséget adott, akik lemaradnak azoknak, hogy máshol mutassák meg magukat, és többek között a scoutok is így találhattak ilyen csiszolatlan gyémántokat, és megjelent a csapatépítésnél a 61. játékos keresése, mint kifejezés, amikor a 2 drafton kívül próbálsz valakit hozni. Ugye valaki, de szerintem nagyon meg kell különböztetni, hogy európai vagy amerikai játékosról van szó. Európából azért szem előtt maradhatsz akkor is, hogyha nem jelentkezel a draftra, csak idézőjelben szimplán jól teljesítesz a saját csapatodban Európában. Láttunk erre is példát, hogy valakit így hoznak el. Most már azért az európai tehetségek ritkán kerülik el annyira az NBA scoutoknak a jegyzetfüzetét, hogy valaki csak így a semmiből berobbanjon. 22 év azt hiszem az a korhatár, ameddig, hogyha nem jössz, ha jelentkezel, hogy te az NBA-ben szeretnél játszani, akkor draftra mész először. Ha 22 éves elmúlik egy játékos, akkor utána már nyilván az európai szerződése lejártával, vagy ha kivásárolja magát onnan, akkor utána szabadon igazolható játékosként aláírhat bárhova. Nyilván szóval Európából ez látszik. Nagyon sokat szokták kérdezni, mikor lesz megint magyar játékos az NBA-ben, és én mindig azt szoktam mondani, hogy erre szerintem az a recept, hogy valakinek vagy nagyon hamar ki kell kerülni egy akadémiára, és a Luka Doncsicsokkal kell 15 éves kora óta játszani, vagy, és erre azért a magyar bajnoki rendszer, meg a magyar csapatösszeállítási stratégiák még akkor is nehezen adnak helyet, hogyha idén már ugye kötelező kvóták vannak, hogy a fiatal játékosok mennyit lépjenek pályára, de valakinek a magyar bajnokságban 17-18 évesen meghatározó perceket kell kapnia ahhoz, hogy nem az egyetem, nem az akadémiai rendszeren keresztül, de 19-20 évesen kikerüljön valahova Európába. Piszok nehéz, de nincsen más út. Tehát az, hogy valaki megismételje azt, amit a Kornél csinált, hogy A héten még az Albakonban játszik, a következő héten nyári liga, stb. Nagyon kicsi rá az esély, bár a nyári liga még mindig egy nagyon jó módszertan. A tengeren túlon viszont nagyon sokat tesznek azért, hogy ezek a játékosok A. ne kalódjanak el, B. hogy meglegyen annak a terepe, hogy ezek a tehetségek megmutathassák szervezett körülmények között, hogy mire képesek, hogy ne kelljen őket Európába exportálni. A G-liga szerintem kiválóan beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Igen, ez az egyik módszer, amivel lehet működni, hogy valaki, akit nem draftolnak, az megpróbálkozik az NBA-nek a fejlesztési ligájában, úgy, ahogy azt mondjuk Seth Curry tette, vagy de mondhatunk bármilyen más példát is, amikor nem választanak ki, igazából nem akarsz elmenni Európába, nem akarsz elmenni Ausztráliába, amiről majd szintén érdemes beszélni két mondatot, hanem úgy döntesz, hogy te ott maradsz, ott akarsz maradni a tűz közelében, és akkor az NBA fizetésekhez képest, nem mondom, hogy megalázó, de nagyon alacsony fizetésekért el lehet oda menni, lehet átlagolni 20 pontot, és ott lehet lenni egy csapat környékén. És amiről nemrég olvastam egy cikket, az pont az, hogyha van szezon, amikor van esélye egy nem draftolt játékosnak az NBA-be jutni, na az pont ez. Tehát, hogy a koronavírus miatt, a bővebb keretek miatt van egy olyan helyzet jelenleg az NBA-ben, hogyha téged nem draftoltak, akkor ugyan G League az most speciál nem nagyon van, de hogyha te a csapatok közelében maradsz, akkor jó esély van arra, hogy akár 6-7 játékos kidől egy csapatból, és téged kipróbálnak, úgyhogy ez egy másik lehetőség. Mit gondolsz egyébként, hogy tavaly hány draftolatlan játékos lépett pályára az NBA-ben? A fele. Hát 200. 200. Annyi nincs, de 136 igen. És ez azt mutatja, hogy az idei szezon ez egy, tényleg egy kiemelkedő szituáció, de az elmúlt éveknek ez a trendje, hogy évről évre egyre több játékos kerül be ebből a rendszerből. Tavaly a playoff percekben a top 5 playoff perceket a Mavericksben 3 draftolatlan játékos hozta, a Torontóból 10-ből 4, és a Miami-nál és a Utah-nál 10-ből 3. És nem fogsz Hall of Famereket találni, mindössze 14 Hall of Famere volt az NBA-nek draftolatlan játékosokból, ebből első 12 még ilyen 50-es, 60-as évek, aztán volt még egy Connie Hawkins, és utoljára egy Moses Malone. Nem fogsz ilyen játékos találni valószínűleg, vagy akkor tényleg megkoronáznak GM királynak, viszont nagyon hasznos kiegészítő embert igen. És azért egy nagyon érdekes mondatot olvastam az egyik GM szájából, hogy, vagy lehet, hogy játékos ügynök volt, hogy jobb 45. pikk alatt nagyságrendileg, jobb már, ha kimaradsz. Tehát a 45 és 60 között elvisznek, van egy csapat, aki leköti a jogaidat, sokkal jobb, ha kimaradsz, mert ott már sokkal kisebb a mozgástér, viszont szezon közben egy csapat látni fogja, nekem kell egy 3D játékos, és beemeli a G League-ből, nekem kell egy jó dobó. De valaki 42%-kal tud az NBA-ben dobni, akkor azt írta az egyik cikkről, akkor vesz majd a mamájának egy házat, mert ennek megvan a maga eredmény. És innen meg eszébe jut Ádám, Hanga Ádám, akiről azért nagyon sokszor felmerült az, és próbált egy időnként úgy tűnni, hogy ő is szívesen lerázná magáról a Spursnek az inkább egy idő után békjóját, mert abban az időszakban, amikor ledraftolták, akkor valóban sérült volt, voltak fel problémák. Azonban, amikor utána berobbant az Euroligában, ha akkor nincs ott a Spursnek a billogja rajta, akkor a fene se tudja, hogy mi történik ezzel a szituációval. Szóval 45. alután már lehet, hogy jobban jársz, hogyha kikerülsz te is a szabadpiacra, és akár a G League-be, vagy akár bárhova. És ez a másik típus, amikor valaki nem az Egyesült Államokból indul, hanem mondjuk Európából, vagy Ausztráliából, vagy bárhonnan máshonnan. Összefoglalva, hogyha amerikai játékos vagy, nyilván mindenki el tudja ezt képzelni, és draftra kerülsz, akkor vagy kiválasztanak, vagy nem. Ha nem választanak ki, szabadon igazolhatóként még mindig elvihet egy NBA csapat, felajánlhatja neked azt, hogy a G League-ben játsszál, illetve a harmadik esélyed, hogy eljössz Európába vagy Ausztráliába játszani egy keveset. Még ezelőtt nagyon fontos szerintem, hogy ami miatt szintén nő a nem draftolt játékosok száma, az ugye az amerikai egyetemi rendszerről draftolnak nyilván, rendszerből draftolnak nyilván a csapatok, viszont azzal kapcsolatban a bizalom eléggé megingott az elmúlt időszakban, tehát nagyon sok játékos, mivel 19 éves kortól mehet az NBA-be, egy évet valahol játszanod kell, nagyon sok játékos eljön inkább egy évre, nem megy be az egyetemi rendszerbe, és Ausztráliában ennek egy totális kultúrája kezd kialakulni, és most már az ausztrál bajnokságban egy külön rosterhely van minden bajnoki csapatnak arra, hogy egy ilyen játékost az Egyesült Államokból elhozhasson, és aztán ők egy év múlva, lásd Ball, jönnek vissza az NBA-be. Ha nem buták az ausztrálok, azért náluk a kosárlabda úgyis elég magas szinten űzött sportág, másfelől pedig ráirányítja, főleg, hogy olyan játékosok érkeznek, mint például a Lamelo Ball egy évre, ráirányítja a reflektorfényt Ausztráliára, ami meg nekik csak jó, mert a szponzoroknak azt lehet mondani, azért ott nemzetközi márkák vannak, hogy figyelj, Amerikában fogják figyelni a pályaszéri hirdetéseket, ami meg egyébként tök fontos. És amiért szerintem még a draftolatlan játékosokat érdemes szem előtt tartani, mert amikor azt látod, hogy Duncan Robinsonok döntőt játszanak darabtalatlanul, meg azt látod, hogy Freddy van Vlietek mit alkodnak, meg Alex Caruso a bajnokcsapatban, a svájci bicskárnak nevezi őt LeBron James, akkor mondjuk egy Brooklyn Nets esetében az az iszonyatos draftcetli hiány, amit kialakítanak Harden megszerzésével, az egy picit talán enyhül, hogyha ügyes vagy, jól scoutolsz, akkor ezt a, nem tudom, 6-tól 12. helyet jó eséllyel meg tudod tölteni majd épkézláb játékosokkal. És hoztunk két olyan pályát, amelyik már szinte teljes, úgyhogy nem az NBA-ből indult, vagy legalábbis úgy, hogy nem draftolták azt az adott játékost, akit mi most hoztunk nektek. Az enyém az, ha már Ausztrália, akkor Joe Ingles, a Utah Jazz játékosa, aki Ausztráliából indult, és Európán át vezetett az ő útja az NBA-be, mert hogy a South Dragons történetének első igazolt játékosa volt, onnan Granada, Spanyolország, egy év múlva már Barcelona, és ekkor megkereste a Memphis Grizzlies egy 3 éves szerződés végén, hogy jönne-e ő Amerikába játszani, de a Memphis 1+1 évet ajánlott, és bár ő el akarta fogadni ezt, a menedzsere lebeszélte róla, 1 évre még elment a Maccabi Tel Avivba, megnyerte David Blatt az Euroligát, eltelt 1 év, jött egy tryout a Clippersnél, de végül a Utah Jazz csapatába igazolt, és azóta ott van, 27 évesen került az NBA-be, és keresett Euroliga győztesként $500,000, nem nagy vállalás, ha azt mondom, hogy Európában jóval többet kereshetett volna, és most eljutott odáig, hogy utána kapott egy 2 év 4,3 milliós szerződést, majd egy nagy szerződést, és most, hát most már jóval 30 év fölött ő ott tart, hogy több mint $50 millió keresett az NBA-ben, ezt mondhatja majd el magáról a szezon végén. Láthattátok a klippeken, egy igazi, hatalmas trash talker, és nagyon nem bírja, hogyha valaki floppol mellette. Joe Ingles nekem az egyik kedvenc karakterem az NBA-ben. Abszolút értem, hogy miért, és abszolút csatlakozom hozzá én is. A Bogdanovics-sal, mint hogyha egy ilyen könyvelő üzleti ligának pillantanád be a mindennapjába, akkor egymás mellett látod a két fickót, magasodó vagy éppen leszálló pályát alkotó frizurákkal, és tényleg egy no-nonsense fickóról van szó. Tökös, ausztrál nevelés, szerintem onnan azért nehéz puszikat igazolni, szerintem nagyon passzol ebbe a Utah Jazzbe, és hogyha olyan napja van, akkor meg stabilan hozza neked 50%-kal a triplákat. Tiéd? Az enyém se európai, vagy enyém se amerikai játékos, hanem puertorikói. Az NBA karrierje az jó eséllyel véget ért. Pár napja mutatkozott be Spanyolországban, az Estudiantes csapatában 14 pontot dobott egyébként. José Juan Barea, aki egy kis egyetemre járt. Mindent elmond szerintem róla, hogy egyedül több meccset játszott az NBA-ben, mint az összes többi játékos, akit arról az egyetemről draftoltak. És ennek van egy szomorú apropója, mert ebben az is benne, hogy innen jött Reggie Lewis, aki a Boston Celtics játékosa volt, és 6 év után 20 pontos játékosként nagyon korán halt meg. 178 centi mindössze ez az ember, és a pályafutását Dallasban, Minnesotában és megint csak Dallasban játszotta le. Ő a Golden State Summer League csapatán belül kezdte az NBA karrierjét, és onnan ment át a Mavericksbe, és az első 1-2 szezon után Rick Carlisle húzott egyet, és a sérülések miatt elkezdett egy olyan hármast játszatni, ahol Jason Kidd, Jason Terry és José Juan Barea, a Triple J korszak újra megszületett ugye a 90-es évek közepe után, és ez a fickó, ez amikor a pályára lépett, akkor egy idő után már elkezdett dörzsölni a tenyert, hogy vajon mit fog csinálni, és imádom ezt, hogy pont ezt az összefoglalót látjuk. Szerintem a gyerekkorában a centrifuga volt a kedvenc játéka, mert én játékost, aki így használja a tekerést, a labdának a betekerését a gyűrűbe, nagyon keveset láttam. Mellé ott volt a szeme is, kiválóan dolgozott pick and rollokból, vélt vagy létezőekből, jól passzoló játékos, és 2011-ben bajnok lesz a Mavericksről, és nem is akárhogy kiidegeli teljesen a Los Angeles Lakers-t. Egy párharcon belül 2 ember dobnak ki róla, egyrészt Artestet, aztán meg az újkori NBA történelem leggusztustalanabb faltjai közé tartozó Bynum könyökössel, tehát kicsinálja őket, és Kobe Bryant mondja róla azt, hogy szétrúgta a seggünket ez a fickó, és a Miami Heat ellen bekerül a döntőbe, a kezdőbe, egy 178 centis csávó, és oroszlán részt vállal abban, hogy bajnokcsapat lesz a Dallas Mavericksből, és utána elengedi a Mavericks. Akkor volt ugye ez a megcsináltam, amit kellett, és a Cuban elengedi Chandlert, elengedi Bareát is, és aztán 3 év után visszaigazol, és ott fejezte be a pályafutását. És amit én még nagyon bírok benne, utolsó gondolat, hogy 35 éves már, amikor elszakítja az Achilleszét. És ez nem amikor Kobe Bryant elszakítja 35 évesen az Achilleszét, azért küzd egy évet, hogy visszajöjjön a kispadjára, bocsánat, a Mavs kispadjára 9.-10. helyre, de nyugodtan visszavonulhatott volna abban a pillanatban, de végigcsinálta arra a habot, és tavaly még Doncic mellett pályára lép, hú, hát hányszor, elég sokat, és egy megbízható játékosról beszélünk, mindig 35-40% között dobta a triplát, mindig kétszer több gólpassza volt, mint eladott labdája, és amikor pályára lépett, akkor tudtad, hogy valami különleges fog történni. És Mark Cuban meg azt mondta róla, nemrég gyönyörűen nyilatkozott róla egy interjúban, és azt mondta róla, hogy a legkisebb óriási mentor tulajdonképpen Barea, és hogyha megnézzük a jelenlegi, illetve minden idők legjobb draftolatlan ötösét az NBA-ben, akkor az derül ki, hogy nagyon-nagyon sok ilyen karakterrel fogunk találkozni, meg nagyon sok kisemberrel is fogunk találkozni, a jelenlegi legjobb ötöst azt te hoztad. Így van, hát nem volt nehéz dolgom igazából, megmondom őszintén, a 2. poszton gondolkoztam, hogy Curryt hozzam, Lugansdortot hozzam, ki legyen, de aztán végül adta magát abszolút Van Vliet, szerintem az idei szezonja alapján abszolút adta magát Wood. Én Daniel Tice játékát kifejezetten kedvelem, sokoldalú, lelkes, rakkolós centernek tartom, és Seth Curry pedig a jelenlegi NBA egyik legnagyobb mesterlövésze Robinsonnal együtt, még akkor is, hogyha Currynek így a Covid után kicsit lassabb a felépülése. Én pedig hoztam egy all-time ötöst, és nem tudom, hogy annak van-e oka, hogy azért a tiéd is egy hát viszonylag alacsony szerkezetű ötös, meg az enyém is, nagyon sok a kis ember, akiben nem hiszünk. Eleinte ez így kicsit ez a tulajdonosokhoz. A magas, ügyes, azt biztos tud kosarazni, kicsi, pici, hát leblokkolják, elnyomják, nem annyira. Hát ez is egy elég alacsony szerkezetű csapat. Calderonnal, aki ugye a Tau Ceramicában játszott 24 éves koráig, Cornéllal, Avery Johnsonnal, John Starks-szal, Bruce Bowennel és Ben Wallace-szal. Utóbbit minden idők legjobb draftolatlan játékosának tartják most még az NBA-ben. Ja, örülök, hogy befért egy-két Thames Spurs játékos is az esetben. Megpróbáltam, és ennyi volt a maximum szünet, és a következő reklám után, meg egyébként az azt követő reklám után is, majd a Sacramento Kings-el foglalkozunk, jön a hét csapata. Folytatjuk az alley-oopot, és utána jön majd természetesen az ígért Denver Nuggets Sacramento-i vendégjátéka. Mikor volt utoljára izgalmas a Sacramento Kings? 2000 után még ilyen heteik szerintem voltak, meg lehet, hogy voltán egy hónapjuk, de aztán utána rögtön orra buktak, utána egy gerebjében beleállt a fejükbe, mindig történt velük valami. 2006-ban jártak utoljára a playoffban, és azóta egyetlen egy egyéni címet tudott begyűjteni a csapat. 2010-ben Tyreek Evans az év újonca volt, és arról is kiderült, hogy tévedés, mert az volt a legjobb szezonja egyébként a pályafutása során Tyreek Evansnek. Most viszont ez a csapat izgalmas, tele van fiatallal, brutális támadójátékuk van, pár hónapja is még arról beszélgettek, hogy Luke Waltont ki kell rúgni vagy sem, és most ez a csapat egy meccsel áll jobban, mint tavaly ilyenkor. A szezon eleje akkor is jó volt. Mitől jó ez a csapat? Én ezt mindenképpen hozzátenném, hogy a Sacramento-ról szerintem minden rosszat el lehet mondani, de azt is mindig mellé kell tenni, hogy a sérülések azért soha nem kímélték meg őket. És ebben a szezonban egyenőre, és lekopogom, és maradjon így, komoly sérülés nélkül mennek neki eddig a párharcnak, és azt, hogy De'Aaron Fox all-star kaliberű játékos, azt eddig is tudtuk, erre még rá tudott tenni egy lapáttal, ami a váratlan, az az, hogy 12. helyen húztak egy újoncot Haliburton személyében, akiről már egyébként beszéltünk, aki a kispadról jön be, de Walton egyébként tényleg ügyesen, hogy dicsérjük is meg, mert egyébként pont a héten beszélgettünk antipatikus edzőkről, és Walton neve is szóba került, hogy amióta eljött a Warriors-tól, azért olyan túl sok jó pontot nem szerzett magának. Nekem de a Lakers játékosként is antipatikus igen, volt, de minden. De hogy Haliburtont Hield cseréjeként, meg Fox cseréjeként is használják, és utána a végén pedig együtt hármójukat is, így Haliburtonnek nagyon sok gyakorlata van, meg nagyon sok percet kap a játékidőből. Ennek a mérkőzésnek a teljes felvételét láttam ma, egy háttérben, miközben készültem a meccsre. Haliburton bejött, és a Sacramento-i kommentátorok arról kezdtek el beszélgetni, hogy jó, ezt is tudja, ezt is tudja, ezt is tudja. Mit nem tud ez a csávó a kosárlabdáról, és igazából neki is ez a nagy kérdőjele, hogy tényleg, ha már a svájci bicska kifejezés előtt, ő is az, minden tud erről a játékról. Fox is rengeteg mindent tud erről a játékról, és van egy redemption sztorink is ebben a csapatban, Harrison Barnes, aki pedig, hát nem mondom, hogy megtáltosodott, de átalakította a játékát, és ez nagyon jól áll neki. Téged nem lepett meg, amikor szembe találkoztál az adattal, hogy hány éves Harrison Barnes? De. Harrison Barnes, ahányszor hallottuk a nevét, szerintem a legtöbb ember fejében, vagy nagyon el vagyok tévedve, egy 30 pluszos játékosként van, meg nem sokkal, 28 nincs. 27, igen. Igen, tehát Kawhi Leonardnél fiatalabb a fickó, nagyon gyorsan került a reflektorfénybe, lenyomott pár évet a Dallasban, és most itt van a Sacramento Kingsnél, és 6 meccs alatt, ebben a 6 meccs alatt, amikor folyamatosan nyertek, akkor úgy dob 20 plusz pontot, hogy 50-40-90 klubos dobásmutatója van a fickónak, és az ezért érdekes, mert az ő neve az most nagyon sokszor felmerül, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog reagálni majd egyébként a Kings majd erről a meccsen, talán beszélünk bővebben, mert Zekló mondta róla a héten, hogy az NBA maradék 29 csapatából rengeteget jobbá tenne egy Harrison Barnes, és egészséges Marvin Bagley is, ugye, akinek élete végéig kell majd cipelni terheket, hogy Luka Doncic helyett őt választották ki, és akár Bagley-vel, akár Haliburtonnel mész neki a végén, nem jársz rosszul, Haliburtonnel a védekezés jobb, és egyébként meg most a Bleacher Report állított össze az NBA legveszélyesebb ötöseiről egy listát, és nem azt mondom, hogy egy Fox, Hield, Haliburton, Harrison Barnes és Richaun Holmes, aki nekem ez egyik kedvenc ilyen energiabomba játékosom, ha meglátják ezt a listát, James-ét leizzadnak, de hogyha nem veszik őket komolyan, akkor ki lesz fújva az orruk a negyedik negyedben. Igen, szerintem pont ez a nagyon fontos dolog, hogy olyan ötös jött össze, amelyik nagyon hatékony. A csapat védekezése nem jó egyébként, de a támadójátékuk annyit lépett előre tavalyhoz képest, hogy ezt tudják ellensúlyozni. Sokkal gyorsabb tempót játszanak, mint az előző szezonban, és ez nyilván tetszeni fog. De'Aaron Fox-szal meg Haliburtonnel butaság lenne, nem? És nagyon nagy kérdés lesz, hogy mi lesz majd a Denverrel, amelyik meg az NBA egyik, hanem a leglassabb tempóját játszó csapata jelenleg, de Monte McNair nevét muszáj elmondani, ugye nagyon nagy váltás volt nyáron, Vlade Divac el, Monte McNair be, és ő volt az, aki többek között úgy döntött a draft előtt, hogy ha fene-fené teszik, ő akar, és Haliburtont akarja. És állítólag majdnem föl is cserélt érte, a 12. helyen végül el tudta vinni, de nagyon sokáig gondolkozott, hogy felcseréljen érte. És elengedte Bogdanovicsot, elengedte Bazemore-t, elengedte Giles-t, elengedte Lent, akikre nem mondom azt, hogy húha, de jó játékosok, de hány olyan csapat van, amelyiknek a GM-je évekig nem hoz meg egy ilyen döntést, Orlando Magic, középszerű játékosainkat, akikkel nem biztos, hogy jutunk már valahova, takarítsuk ki, csináljunk egy újat, és meghúzta ezt a Kings, és rohadt jól áll nekik. És egyébként ez egy olyan szempontból jó dolog, és egy kicsit két dolgot mondanék, hogy miközben a védekezésük összességében nem jó, ebben az utolsó 6-7 meccsben top 10-ben vannak mind támadásban, mind védekezésben. Tehát azért tudnak nyerni, mert a védekezésük egy kis mintában működik. És tök igazad van az Orlando Magic-kel kapcsolatban, de amikor már azokat a játékosokat kell elküldened, akiket te hoztál oda, az teljesen más. Tehát jó időben rúgták ki Divácot, és hoztak egy új seprűt, aki meg tudta hozni ezeket a döntéseket, mert lehet, hogy McNair is mondjuk jövőre már nem lenne ilyen könnyű, mert akkor már a saját presztízsedet rombolod. Ő viszont be tudott lépni ebben az időszakban, és tényleg egy tiszta udvar, rendes ház koncepciót tudott mutatni. Talán most a karakterek is rendben vannak, Hield és Walton viszonya nem tűnik harmonikusnak, Hield itt még azért egy mozgó puzzle darabka, hogy őt most akár ebben a csapatban hova teszed el, vagy talán találsz neki majd más csapatod, de azért a szerződése azért meg neki már ugye az új ketyeg, úgyhogy a Sacramento szerintem olyan, mint amikor elkészülsz a kártyavárral, és így nézed, és nagyon jól néz ki, csak nehogy valaki kinyitja az ajtót, akkor bármi dőlhet. Reméljük, hogy nem a mai meccsen, és egy marhajót játszanak majd a Nuggets ellen. Mi van ezzel a Nuggets-szel? Mert a Nuggets lassan kezdett, utána nagyon belelendült. Jokićot végig élmény volt nézni, de mostanában azért tényleg egy kicsit megint úgy tűnik, hogy akadozik ez a gépezet, hiába tért vissza Michael Porter Jr., és hát mumus a Sacramento Kings számukra, hiszen a nyitónapon és 6 nappal később is a Denver Nuggets vereséget szenvedett a Sacramento Kings-től, úgyhogy idén 2-0 Kingsnek. Fogunk beszélni majd róla a meccsen. Szerintem a Denver Nuggets nyáron visszatekintve egy történelmi lehetőséget, hogy mennyire szalasztotta, vagy mennyire volt kiszolgáltatva a helyzetnek, az, hogy Jeremy Grant itt hagyta ezt a csapatot, és all-star számokat hoz egyébként a Pistonsban, az lehet, hogy a konkrét bajnok esélyességébe, az egyértelmű bajnok esélyességébe került a Denver Nuggetsnek. Úgyhogy én ezt hatalmas problémának látom. Jokić látszik, hogy a végtelenségig terhelhető, nem tűnik sérülékenynek, ezzel nekem nincsen problémám, de ezen kívül az összes többi alkatrész szerintem még nagyon kiszámíthatatlan ebben az időszakban. Mi van Jamal Murrayvel, akinek mostanában ilyen, meg olyan meccsei is vannak, és ami egyértelműen sokkal kevesebbet hallunk róla, mint mondjuk a buborékban. Az, hogy Jamal Murray egyébként egy ilyen játékos. Tehát a meglepetés az az volt, ahogy tavaly a buborékban játszott. És ugye a két buborék hős, Murray és Mitchell között, Mitchell az, aki egy kicsit ezt jobban képes duplikálni, és a csapatsikerek is inkább mellette állnak, de azt, amit ők ott csináltak ketten, az nem volt fenntartható, és nem is tartja fenn Jamal Murray. És a Denver Nuggetsnek mostanában voltak jó mérkőzései, de a legutóbbi mérkőzése az nagyon rosszul sikerült, hiszen a Los Angeles Lakers elleni 21 pontos vereségből érkeznek majd meg ebbe a mérkőzésbe, úgy, hogy ott a szünetben még vezettek a nagy szünetben, de aztán jött a Lakers és egyszerűen átrohantak rajtuk. Úgyhogy közvetlenül az alley-oop után ez a mérkőzés következik. Aki most nem bírja, az holnap délelőtt megnézheti a Sport 2-n 10:30-kor az ismétlést, este pedig majd holnap a Phoenix Suns és a Boston Celtics mérkőzését láthatjátok, úgyhogy várunk mindenkit pár perc múlva majd a Sacramento Denver mérkőzésen. Köszönjük, hogy itt voltatok ma is, sziasztok!